hanganyag felvételének, a normális videó alá mondott hanganyag felvételének az első trükkje az, hogy egyenletes legyen. A normális hanganyag felvételének, a normális videó alá mondott hanganyag felvételének az első trükkje az, hogy egyenletes legyen. Azaz, ne legyen olyan, mint amilyen ebbe a videóba lesz, és ezt fogjuk javítani, egyszer halk, majd utána hangos anyag lesz, és utána hát nehéz összehozni a kettőt. Össze lehet, hiszen csináltunk már ilyet az egyik videóba, hogy hangos és halk részeket összeszinkronizáltuk, de a legegyszerűbb akkor javítani, akkor vágni és rendbe tenni egy hangot, hogyha az egyenletes. Az egyenletes hangnak egyetlen egy trükkje van. A beállításokon soha ne változtassunk. Nézzük meg azt a beállítást, ami neked megfelel, ami jó és kellemes, a legkevesebb utómunkát kíván, és utána maradjunk meg annál. Ami nagyon fontos, a legtöbb felvevő program, én éppen egy videófelvevő programot használok, én a hangot is videó alatt veszem fel, hogyha csak hang kell, de lényeg az számunkra, hogy a legtöbbnek van valamilyen olyan eszköze, ami megmutatja, hogy milyen erővel érkezik be, és milyen erős hangot rögzít az az eszköz, azaz van ilyen kis kiugráló akármi. Ez az akármi, hát bizony, jelen pillanatban eléggé gyenge hangot vesz fel, és meg fogjátok látni, hogy bizony ez a hang gyenge, ezen javítani kell. Lehet látni, hogy sárgába mozog. Az az ideális, amikor körülbelül olyan, hát 90%-ig, a csúszka 90%-áig kitolja a hangerőt a leghangosabb. Azaz, beállítasz egy olyan hangot, kikísérletezel egy olyan hangerőt, olyan mikrofon és egyéb beállítást, ami megfelelő, masszív és jó minőségű erejű hangot fog neked adni. Ahogy lehet látni, itt egy kicsit halk a hangunk, és bizony ezen erősíteni kellene. Nem úgy erősítünk a hangon, hogy közelebb megyünk a mikrofonhoz, ideálisnak tartják az alkar távolságú, vagy a környéki távolságú mikrofon és száj közötti távolságot, ha van popfiltered, tudod, olyan kis kör alakú, vagy bármilyen, amire rá van ilyen harisnyaszerűség feszítve, az legyen beállítva, hogy kényelmes legyen. Nehogy felburíts, hogyha beszélsz, tehát vedd fel a hangodat, játsz le, hogyha az halknak találod, és a hangvágó eszközbe alacsonyak a hullámok, akkor természetesen azon javítani kell. Az előző blogban, bár nem hallottátok, hiszen már a javított hang volt a videó alatt, természetesen mit észleltünk? Azt észleltük természetesen, hogy halk a hang, majd meglátjátok a hangvágás közben, hogy az bizony halk hang. Itt is láttuk, látjuk, hogy hát bizony ez ugye a feléig, 60%-ig megy ki. A feladat az, hogyha nincs hardveres eszközünk, természetesen senki nem stúdióba, na legyünk őszintén, nagyon kevés embernek telik egy normál hangstúdióra, ha nincs hardveres beállítási lehetőséget, akkor természetesen szoftveres beállítási lehetőséget kell eszközölni, és bizony ezt meg tudjuk csinálni. Miért? Mert a legtöbb operációs rendszerben van valamilyen hangbeállító eszköz, nyilván ami szabályozza a hangszórót, és a mikrofont és egyebet, azon egy kicsit lehet paragni, javítani. Linux alatt természetesen bemutatom, hogyan működik. Van egy hangbeállító eszköz, akármelyik rendszert, akármelyik felületet, Windows-t vagy Macintos-t használod, biztos, hogy lesz valami, amilyen csúszkaszerűen beállogatja a hangerőt. A hangerőnek bizony jó lenne, hogyha egy kicsit erőteljesebb legyen. Alapbeállítást kaptam, amikor feltelepítettem ezt az operációs rendszert, és azt tapasztaltam, hogy ilyenkor a hangerő kevés, a mikrofon által felvett hang kevés, bizony, akkor mit csinálunk az alapbeállításon? Változtatunk. Nem tudom miért, nyilvánvalóan ők így gondolták, hogy így jó, az alapbeállítás körülbelül olyan 43% környékén van,
ami hát elég halkocska, hát azon húzunk egy kicsit felfele, nézzük is meg, felhúztuk az bemeneti eszköznek a bemenő jelének a maximumát, 100%-ra rögtön látni, hogy itt is van ez az ugra-bugráló csikocska, rögtön erőteljesebb lett, és a felvételi eszköznél is erőteljesebb lett. Azaz itt két helyen tudod állogatni, be tudod szinkronizálni, hogy neked mi a jó, hogyan van jó erejű hangod, de nem hangos hangod, amivel keveset kell dolgoznod, és nem lesz dobozos, vacak, túlvezérelt hang, ami mindenhol tele van tüskével, és akkor a tüskéket levágod, és utána olyan hangod lesz, mint egy robotnak, vagy valami UFO-nak. Bizony, maradjunk annyiba, hogy ki kell kísérletezni. Felveszel egy rövidebb anyagot, aztán mit látsz? Természetesen azt látod, hogy lejátszod, meghallgatod, megnézed a hullámgörben, és ha úgy látod, hogy ez már úgy jó, egy-két felvétel, egy-két próba után, akkor állandósítod azt a beállítást. Én nagyon egyszerűen vagyok, mert megvan a mikrofon távolsága, amit én használok, és a bemenő jelnek az erejét felteszem 100%-ra mind a kettő csúszkánál. Ez gyakorlatilag nekem azt fogja jelenteni, mindig nagyjából egyforma erejű hangot kapunk. Azaz meg kell jegyezni, milyen beállítás van, és ahhoz ragaszkodni kell. És nézzük is meg az előző felvevő eszköznél, már lehet látni, hogy kilökődik a vöröses, barnásos részbe, olyan 80-90%-ig kimegy a csúszka a legerősebb hangoknál, és bizony ez jó lesz. Nem jó az, és eszetekben ne jusson, most megmutatom, hogy mi az, ami nem jó, felhúzzátok maximumra a hangerőt, és állandóan benne lesz ebbe a vöröses, barnás, vészes hangosságú hangtartományba, amit vágni nehéz lesz, majd a hanghullámon meglátjuk, hogy itt bizony lesz egy kiugrás, egy erőteljesebb hangsáv, hangsáv rész, és azzal is kell csinálni valamit, hiszen az előző elején hallgatott halk hangot fel kell erősíteni, de akkor nem tudod erősíteni, hogyha van egy nagyon erős, masszív erős hanghatásod. Azaz mindig próbálkozz meg, és most vissza is húzom a csúszkámat normális állapotba, és mindig próbálkozz meg normális felvételt készíteni, mert azt lesz könnyű javítani. Azaz felvettünk kettő darab hanganyagot, az első része, amit hallottatok, és az halk volt, akkor azon javítani kell, hangosítani kell. Ez a második rész, az bizony az elején volt egy halk rész, majd ezt normálissá változtattuk, és van egy kísérleti teszt jelleggel felvett, erőteljes, túlvezérelt, durván hangos hanganyagunk. Ezt ti, amíg én beszélek, nem halljátok, természetesen. Miért nem halljátok? Mert már a javított hangot kapjátok. A következő blokkba, mármint egy perc múlva, bizony azt is meglátjátok, hogyan néznek ki ezek a hangok, és hogyan lesz ezekkel érdemes egy kicsit mókolni, javítgatni, állogatni, nagyon egyszerű és ingyenes programmal. Azaz gondoljon mindenki arra, ha egy videót készít, vagy egy audiokönyvet ad ki, akkor egy egyenletesen hallható hangot szeretnénk kiadni a kezünkből, nem olyat, ahol az elején le kell halkítani, mert üvölt, majd utána fel kell hangosítani, és bele kell nyúlni, hogy erőteljesebb legyen a hang, és hogy meghalljuk, majd utána megint egy üvöltő rész fog következni, mert állandóan állogatjuk a mikrofont, a programot és egyebet, ami nem egyenletes hangot ad, vagy túl sok utómunkát. Nyilvánvalóan egy hangos könyv vagy egy videókészítésnél nem az a kedvenc az embereknek, hogy azzal menjen el az idejük, hogy állogatják a hangot. Elég a szövegvágási, a hangvágási dolgokat megcsinálni, szüneteket, bakikat, egyebet kivágni, és nem még azzal foglalkozni, hogy bizony, hát egyik hangos, a másik halk. De hát megnézzük, hogyan lehet ezen javítani, és hogyan kell megoldani. Na hát, ugorjunk is neki! A normális hanganyag felvételének, a normális videó alá mondott hanganyag felvételének az első trükkje az, hogy egyenletes legyen.
ami hát elég halkocska, hát azon húzunk egy kicsit felfele, nézzük is meg, felhúztuk az bemeneti eszköznek a bemenő jelének a maximumát, hogy mi az, ami nem jó. Felhúzzátok maximumra a hangerőt, és állandóan. Ahogy látjátok, egymás alá megnyitottam a két hangsávot, az első, ami halk, természetesen ebből csak egy kis mintát hallottatok, illetve a vegyes, ebből is hallottatok egy kis mintát, az bizony nem jó így. És látjátok, nagyon halk, nagyon erőteljes hang is van ugyanabba a videóba. Azaz, hogyha felveszünk valamit, próbáljuk meg ezt a hibát elkerülni, a normál dinamika legyen az a sáv, amibe elterjed a hang. Tehát legyen bent halk is, hangos is, de ne különböző blokkokba. Nagyjából valahogy így nézzen ki, amit láttok itt a végén és a vágás után, a beállítás után látni fogtok, így nézzen ki a hanganyag. Azaz, nekiállunk. Első körben természetesen az egyik sávot becsukom. Miért? Mert teljesen fölösleges egymás alatt a kettőt kibe kapcsolgatni, elnémítani meg egyéb. Jobb, hogyha külön dolgozunk vele, hiszen látjuk, amit kell. Először is Ctrl F, hogy az egész hangsávot lássuk elejétől a végéig, és Ctrl A-val kijelöljük. Ezen természetesen első körben normalizálni vagy hangosítani érdemes. Bizony, első körben normalizálunk, és megkeressük a normalizálást, és felnormalizáljuk. Nem lesz tökéletes a hang, soha a halkból jót nem fogsz tudni csinálni, ideálisat, de már sokkal jobb lesz ez a hanganyag, hogyha csak így bemásolnánk a videó alá, vagy betennéd a hangos könyvedbe, akkor bizony jó is lenne, jobb is lenne, és senki nem venni észre a whitefülőeken kívül, hogy bizony ez egy átok halk volt, amivel nem nagyon tudtunk mit csinálni, nem hallottuk volna normál esetben. Azaz, a következő lépés természetesen, ahogy megszoktuk, van egy limiterünk, leokézzük, és levágjuk a hangos, leghangosabbat, és a hatás, és megint normalizálni fogunk, és leokézzük. Ennyi. Ennyi. Normalizálás, limitálás, normalizálás. Jelen pillanatban más nem csinálunk. Arra nagyon figyeljetek, hogy esetlegesen, hogyha vágtok ilyen hanganyagot, van bent hangos egyéb meg össze-vissza, akkor ne vigyétek túlzásba a javítást, mert hogyha nem nagyjából egyforma teendőket végzel el, akkor az egyik egy kicsit mélyebb, a másik hangosabb, és egyéb ilyen kavarsz lesz a hangokkal. Azaz, figyeljünk arra, hogy első körben nem visszük túlzásba a javítást, mert rontani fogunk. Természetesen a fájlunkat kiexportáljuk, ki fogjuk exportálni méghozzá a helyére a halk és aláhúzás vágott, és oké. Leokézzük, és mehetünk is, kiexportálta, becsukjuk. Megnyitjuk a másikat, a hang kettőt, behúzom, és megnyílik. Látnivaló, ugyanaz a probléma, amit már egy hanganyagon végigjátszottunk, van halk, hangos, és természetesen van bent egy normál, hiszen ezt készítettük, illetve hallottátok, hogy mit csináltam. Itt nem lehet egy az egybe felnormalizálni a hangot, ennek örömére első körben kijelöljük a leghalkabbat, belenagyítunk, én ügyes voltam, egy nagyon rövidke kis szünetet tartottam beszéd közben, hogy megtaláljam, az elejére ugrunk, vagy akárhogy kijelöljük, hatás, és mit fogunk csinálni, felnormalizáljuk normális szintre. Oké, látni, hogy nem túl szép, és nem túl ideális, de már nagyjából ugyanolyan, mint a normális hang. A normálist is fölnormalizáljuk, hogy egy szinten legyen mindegyik, és itt kijelöljük, bele nagyítok, hogy lássam rendesen, hogy ott van. Igen, ott van, és hatás, normalizálás, és megint fölnyomta 100%-ig, majdnem 100%-ig, hiszen 1 decibelt levettük. Ezzel is kellene a hangossal valamit csinálni, ezzel nem teszünk jelen pillanatban valóban semmit, majd levágjuk, lelimitáljuk a hangosat és a többivel együtt,
újra normalizálni fogjuk. Lehetne ebből vágni és normalizálni, de én ezt szoktam csinálni, nem 100%, hogy ez a legideálisabb, de azért maradjunk annyiba, hogy aki ahogy szokta, úgy csinálja, kijelöljük a másik részt, a másik normál erejű részt, kijelöltem, és hatás kap egy normalizálást, hogy fölmenjen nagyjából egy érthető normális szintre, utána kontrollalval az egész állományt kijelöljük, kontroll fel, láthatóvá tesszük az egészet, és elindítunk egy hatás és egy limitálást, azaz levágjuk a felső hang legerősebb részét, 5 decibelt fogok levenni, amit elég durva vágás, de mivel van nagyon erős hang, tehát ha halk volt, és normális, és fölnormalizáltad egy mínusz 1 decibel, mínusz 2 decibeles maximumra, akkor nem biztos, hogy érdemes egy mínusz 5-öt használni, hanem egy kicsit kevesebbet, de ezt mindenkinek a saját hangjához, saját hangrendszeréhez ki kell tapasztalni. Lelimitáljuk, de hát itt limitálni durván kell, hiszen a hangosból nyilvánvalóan le kell venni azt a részt, ami hát zavaró és sokkal erőteljesebb, mint a másik, bizony akkor kap még egy normalizálást, és leokézzük. Lehet látni, hogy nem ideális, legyünk őszinték, nem ideális, de az előző képhez képest rettentően sokkal-sokkal jobban néz ki, nincs bent az a durva össze-vissza ugrálás, itt bizony meghagytam, azért, hogy érezzétek az alap videó alatt is, hogy egy picit erőteljesebb hang, de itt már bizony a minta kivételével, amit oda bevágtam, látjátok, hogy normálisan lehetett hallgatni azt a részt. Ezzel a művelettel eljutottam odáig, hogy a nagyon-nagyon halkból, a normálisból és az üvöltő részből csináltunk egy normális, hát elfogadhatót, inkább így mondom, elfogadható eszközt, amit természetesen megint le fogunk menteni. Export és megint videók, hang 2, nem feliratjuk, hanem azt csináljuk, hogy kap egy vágott akármi kitételt, hogy bizony tudjuk, hogy megvan az eredet is. Soha nem nyúlunk az eredetihez, nem írjuk felül, arról amúgy is legyen egy biztonsági másolat, már nagyon kellemetlen, hogyha felolvasol, felveszel, akárhogy elkészítesz egy hanganyagot, 2 órán keresztül beszélsz, megvágod 1 óra, és utána eltűnik a nagy semmibe, mert valamit rábénázol, rámásolsz, vagy felüljáratod. Nem, van egy mentés, akkor vissza tudod állítani. Nyilván más néven lementettem, és mentés, és leokézzuk. MP3-ast szoktam használni, az bizony az idét tegeket szereti, ha kitöltjük, nem kötelező, szereti, és akkor le is futott. És utána nagyjából hallottátok a felvezető dumás részt, az első részt, hogy nem volt benne üvöltő dolog, nem volt benne suttogó dolog, tehát úgy a minták kivételével, amik egyszer nagyon erősek voltak, egyszer nagyon halkak, azok bizony jól hallhatóak voltak, nem volt benne nagy eltérés, és az eltéréseket már vizuálisan láttátok, hogy volt cérnavékony hullámvonal, meg ami 100%-ig fölment, már majdnem átment a határon, azok bizony úgy összelettek hozzá. Nem lett jó, nem lett normális. Miért? Azért nem lett normális, mert nem azt tette, amit szoktunk, illetve elvár, aki hallgat, hogy nagyjából egyforma hangerővel legyen felvéve, és utána a vágással, javítással picikét javítsunk, kényszer megoldás volt. Ez a videó azért készült, mert az utóbbi időben több amatőr felolvasó, aki egyébként nagyon-nagyon jó hanggal rendelkezik, mármint saját természetes hangjával, és nagyon-nagyon jól hangsúlyoz, 100-szor jobban olvas fel, mint én, mondom el, blattolom itt a szöveget, 100-szor jobban, és olyan technikával veszi fel, hogy felvesz egy részt, nagyon helyes, felvesz a másik részt, és egymás mögé berakosgatja a hanganyagot, összeilleszti. Jobban, rosszabbul, majd betesz közéje egy hangos zenét átvezetőnek, és akkor egyszer
Nagyon halk, egyszer üvölt a zene, utána van meg egy harmadik, utána meg egy negyedik erősségű, azaz maga a technikája, mármint a beszéd technikája, a felolvasása nagyon jó, de a műszaki technikája vacak, így bizony kritikát kap, nem lesz az az élmény, amit szeretné átadni, pedig 5 másodperc alatt, na jó, nem, egy fél óra alatt be lehet állítani a hangrendszerünket, odafigyelve, hogy mindig egyformán vegyük fel, egy kis utómunkával elvégezhetjük azokat, amikről volt szó, és utána jó lesz az anyag, ha pedig véletlenül ilyen hullám dolgokat hall, hangos, normális kerül elő, és azokat illeszgeti össze, azon is lehet javítani külön-külön is, tehát a gyengébbet felerősítettük, külön az a legkényelmesebb, az összeset egy hangerőre hozva összeilleszted, majd utána kiadod a kezedből a munkát, de hogyha olyan sikeredik összehozni, mint amit én mutattam, és direkt csináltam a második anyag, hogy összevisszaság van benne, azt is lehet javítani, nem jóvá tenni, javítani. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó hangvágást kívánok, hiszen nagyon egyszerű módszerrel, odafigyeléssel megakadályozhatod azt, hogy vacak minőségű, technikailag vacak minőségű anyagot adj ki úgy, hogy a hangod az jó, sokkal jobb, mint az enyém. Sokkal jobban hangsúlyozol, sokkal szebben adod elő azt az irodalmi művet, vagy mondod a szövegedet a videód alá, mint én, és utána mégiscsak kritikát kapsz, és leszidnak, és lefújolják a munkádat helytelen, mert lehet normálisan is előadni azt, hogy valami nem jó, nem tetszik. Na hát maradjunk annyiba, hogy mindenkinek jó hangvágást, jó hangoskönyv vagy videókészítést kívánok. Sziasztok, sziasztok!